Nagyszabású sporteseménynek adott otthont a közelmúltban az Akác Liget gyógy- és strandfürdő fedett uszodája. Jászlanykun Szolnok vármegye szinte minden pontjáról érkeztek versenyzők az úszó diák olimpia megyei döntőire, hogy megmérettessék magukat. A legkisebbektől egészen a felnőtt korosztályig mindenki azért jött, hogy a lehető legtöbbet hozza ki magából. Gyakorlatilag az első versenyszámok között a középiskolások fognak versenyezni. Középiskolások után jönnek az egyes korcsoportosok, tehát az első, második osztályos tanulók, aztán a kettes korcsoport követi őket, akik ugye a harmadik, negyedik osztályosok, és a végén a negyedik korcsoport, ők a hetedik, nyolcadik osztályos tanulók vannak a korcsoportban, és ők versenyeznek a legvégén. A versenyszámok között, tehát úgy mondom, hogy a korcsoportok között lesznek az eredményhirdetések, és gyakorlatilag úgy mondom, hogy 6 éves kortól egészen majdnem 20 éves korig versenyeznek most a mai napon a tanulók. A nívó sporteseményt megtisztelte jelenlétével Szepesi Tibor városunk polgármestere is, aki ezekkel a szavakkal köszöntötte a versenyzőket és a megjelenteket. Tisztelt hölgyeim, uraim, résztvevők, kedves diákok, pedagógusok, szülők, szurkolók, hozzátartozók, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit Karcagon, a Nagykunság fővárosában a mai Diákolimpia megyei úszó döntőjén. Immár hagyomány, hiszen hosszú évek óta itt Karcagon kerül megrendezésre a megyei Diákolimpia úszó seregszemléje. Nincs ez most másképp ebben az évben sem. Én remélem, hogy az előző évek hagyományainak megfelelően egy nagyon szép, színvonalas, jól szervezett versenyen vehetnek részt az ide ellátogatók, és olyan eredmények születnek, amelyek mutatják azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a különböző testnevelési órákon, úszásórákon, edzéseken mutatják majd azt a munkát, amelyet elvégeztek mind az edzők, felkészítők, mind pedig a diákok. Én kívánok mindenkinek eredményes versenyzést és nagyon szép eredményeket, a mai versenyt megnyitom. Az úszás hatásai talán az egyik legpozitívabbak az összes sporták közül. A gyerekként elkezdett rendszeres úszásra köszönhetően megelőzhetőek az ülő életmód okozta negatív hatások, mint például a gerincferdülés és a rossz testtartás. Ez a sport segít a harmonikus izomzat, hajlékonyság és a megfelelő keringési rendszer kialakulásában is. Mindenképpen azért ajánlanám az úszást, mert ez egy teljesen más közeg. Tehát nem egy tornateremben megyünk, hanem egy más közegbe, ahol más élményt nyújt a tanulóknak, a gyerekeknek maga a víz. Egy olyan mozgásformát tanulhatnak meg a gyerekek itt úszás nemenként, ami igazából máshol nem nagyon fordul elő, és gyakorlatilag az egészség megóvás érdekében gyakorlatilag a terhelés csökkentésével tudnak a gyerekek úgy mozogni, hogy gyakorlatilag minden izom megmozdul egy-egy edzés vagy egy-egy tanóra foglalkozás után. A verseny nívóságát az is bizonyítja a megyei bajnoki címek eldöntésén túl, hogy a korosztályonként legjobban teljesítő diákok tovább juthattak az országos diákolimpia döntőjére is.